A tisztújítás volt a központi témája a dombóvári Székely kör közgyűlésének. Horváth Józsefné Etelka beszélt stábunknak a tanácskozás további napirendi pontjairól. Most megválasztjuk újra az elnökséget és az előző bizottság tagjait. Azon kívül, mint minden évben, az előző évi beszámoló, pénzügyi és szakmai beszámoló, és az ez évre tervezett programokról, meg a pénzügyi lehetőségeinkről lesz szó. Ez mindig nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy ez alapvetően ez a Székely körvezetőségnek a feladata, tájékoztatni a tagokat, hogy mi történt, mire költöttük el a pénzt, mivel tudunk gazdálkodni, és mik a terveink. Úgyhogy a tavalyi év a Covid után, meg ebben a nehéz helyzetben, és azt mondom, hogy igazából színes és tartalmas volt. A nagyon jó kapcsolatunk van a Vaskuti Tevel és Nagymányoki Székelykörökkel, ővelük oda-vissza megy a találkozás, kicsit bulizunk, Tevelen lekvárt főzünk, Vaskuton búcsú van, Nagymányokon Pityóka Fesztivál, nálunk meg zakuszka főzés van, tehát be vagyunk így osztva, és minden alkalom, amikor összejövünk, nagyon jókat szoktunk bulizni, énekelni, mi kell az ennek a korosztálynak. Azon kívül tavaly elindítottuk a Tamási Áron év keretén belül az erdélyi írók bemutatását, ami nagyon sikeres volt, és idén, mivel Petőfi év van, úgy folytatjuk, hogy Petőfi lesz a fő téma, és egy nagy tervünk van, aminek a tulajdonképpen a stábja idézőjelben most fog összeállni. Szeretnénk iskolásoknak, általános és középiskolásoknak vetékedőket, programokat szervezni Petőfivel kapcsolatban, és ezt most fogjuk szépen rendbe tenni, úgyhogy el tudjuk indítani, és az a tervem, hogyha ez sikerül, ez a terv, ez az elképzelés, akkor ősszel elvinnénk a legügyesebb gyerekeket Veszprémbe, a Veszprémi Petőfi Színházba, ahol van Petőfiről egy előadás, ezen az ajándék, ezen a jutalom. Az a jó, hogy a városi általános iskolás és középiskolákat megkerestem, igazgatókat, mindenki partner ebben. Ennek azért örülök, mert régebb nem volt ilyen, és most olyan szinten együttműködés van a városban, hogy úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Hella Ildikó 1989-ben érkezett Dombóvárra, évekig titkárként tevékenykedett a Székely körben, amellett, hogy alapító tag is. Ez a barátnőnk, Gelencsér Gyuláni Márta, Szili Márta, ő biztatott, meg a férje, Gyula, hogy hát miért nem alakítotok székelykört. Aztán ezen sokat töprengtünk, és egyszer csak eszembe jutott, hogy egy nagyszerű támasz lenne ebben az ügyben. Horváth Józsefné Etelka lelkes, ő is székely, bukovinai székely, és megkerestem. Valamikor együtt dolgoztunk a belvárosi iskolában, és innen ismertem őt, meg hát tudtam, hogy mennyire szívügye neki a székelység hagyományainak megőrzése, és hát azt mondta, hogy jól van, Ildikó, alakítsuk meg a székelykört. Potápi Árpi is már rég mondja nekem, hogy alakítsunk székelykört. Összehívtuk az ismerősöket, kit telefonon, kit így, kit úgy, értesítettük, és február közepe táján, pontosan a dátumot már nem tudom, az lehet etikett, ugye február 20-a körül megalakult a székelykörünk. Hát több mint 80 ember gyűlt össze, lehet még 100, és tömve volt ez a terem. Megszavazták, Etike lett az elnöke a székelykörnek, én a titkára, és Hoffmann József a gazdasági felelős. Hát 5 év után úgy éreztem, hogy már nekem túlságosan megterhelő, koromnál fogva. Mindjárt 80 évet töltök, és 5 év után lemondtam a titkári szerepről, de hát azóta is, amikor csak tehetem, jövök, és itt vagyok közöttük, amit lehet, segítek, és nagyon szeretem ezt a közösséget, hagyományőrzőek vagyunk, és mindent megteszünk, amit lehet a városunk dicsőségéért is. Az elmúlt 13 évben Hoffmann József végezte a pénztárosi feladatokat, ő most lemondott pozíciójáról.
Az első alkalommal, mert megalapítóként pénztárosnak választottak meg, az elmúlt 13 évben végeztem ezt a nem könnyű feladatot, nem csak azt, hogy nem volt pénzünk, és ezért az elejében mindenhova kellett mennünk a régi ismeretségek alapján, hanem azokat az ismerősöket is meg kellett keresni, még külföldön is, akik segítettek abban, hogy a végén egy székelykaput tudjunk állítani, ami az álmok álmodóinak volt az álma, és meg is valósult. Amikor elkészült a székelykaput, felállítottuk, mindenki elénekelte a székely himnuszt, olyan hideg volt, olyan szél volt, hogy rettenetes, mire végére értünk, addigra kisütött a nap. És úgy látszik, hogy a nap is kíváncsi volt arra, hogy milyen a székelykapunk. Azóta is volt gondunk, problémánk, hogy honnan szerezzük be a pénzeket, de támogatásokkal, pályázatokkal sikerült megoldani. És most már 13 év után szeretnék én is elmenni 83 évesen nyugdíjba. Az idei évben egyébként a Dombóvári Székelykör elnyerte a város civil díját is. A jövőben további programokkal igyekeznek ápolni a hagyományokat és színesíteni a település kulturális életét.